Köszöntöm a Zenedoboz nézőit. Mai alkalommal a vonós hangszerekkel szeretném megismertetni a kedves közönséget. A hangszerek fejlődésének a története lényegében egybeesik a vonós hangszerek fejlődésének történetével. Az 1600-as években elsősorban olasz hangszerkészítő mesterek olyan fantasztikus minőségű, hangzású vonós hangszereket készítettek, hegedűket is, de lényegében a család szinte valamennyi tagját, amelyek máig nem szárnyaltuk túl, és ezek a hangszerek egy új távlatot nyitottak meg azért a hangszerezene történetében. Megszületett a tökéletes hegedű, megszületettek a tökéletes csellók, megszületett egy olyan hangzás, amelyik lényegében a zeneszerzők számára egy rendkívül erős motiváció volt. A vonós hangszer család lényegében egyforma hangszerekből áll. Valamennyi vonós hangszer teste messziről nézve teljesen egyforma. Nyilván némileg arányban különböznek, attól függően, hogy a család melyik tagját említjük. A hegedű a legkisebb, a brácsa, a cselló és a hegedű között félúton van, de még ugye kézbe tartjuk. A mai csellót már a lábak között játszva használják a játékosok. Megjegyzem, voltak olyan csellók, amelyek ennél kisebbek voltak, amelyek tulajdonképpen a térdek közé fogtak, sőt, még ennél egyszerűbben is használták. A nagybőgő persze pedig a legnagyobb, amelyik földön áll, és hát tulajdonképpen állva, vagy pedig magas széken ülve lehet játszani rajta. Ugyanaz történik, mint minden hangszerrel, hogy a hangszer testétől függően a játszható terjedelem az különböző. Természetesen elvileg minden hangszer képes legmagasabb hangokig játszani is. Egy csellón is lehet majdnem olyan magas hangokat kiadni, mint a hegedükön, de értelemszerűen a mély hangok viszont csak olyan nagyobb testből, nagyobb rezonáló üregből szólalhatnak meg, amelyik képes mély hangokat kiadni. Megkértem Berán Gábor koncertmesterünket, hogy mutassa be a hegedűt. A hegedű ezt a mai formáját a nagyjából a 16. század közepén érte el. Egy bizonyos Niccolò Amati nevű készítő az, aki nagyjából ezt a mai általunk is ismert formát készítette, és valószínűleg a hangolása is hasonló volt, mint a mai hangszereknek. A legmélyebbtől kezdve a G, a D, az A és az E húr. Amit végül hallottunk a hangszeren, az Paganini híres capricciója vagy caprissia, attól függ, hogy hogy kívánjuk ejteni, amelyre rengeteg muzsikus írt variációkat, mert egy emblematikus dallam, és nagyon jól variálható is. A hegedűk tehát a legvirtuózabb és a legizgalmasabb és emblematikusabb hangú tagja ennek a családnak. A zenekarban is a hegedű viszi a főszerepet, ugye két hegedű szólam is szokott lenni, az első és a második, többnyire az első magasabban, a második kicsit mélyebben játszik, néha együtt az első hegedűvel, néha ellenpontozza, attól függően, hogy milyen zenei anyaggal állunk szembe, de minden esetre egy zenekar hangjának a fényességét és melegségét egyszerre a hegedű hangzás képes bizonyítani. Megmutatnánk egy részletet egy Bach műből, amelyet ugyan szóló hegedűre írtak, ezúttal az egész zenekar játsza. A brácsa
tulajdonképpen csak egymás mellett különböztethető meg a hegedűtől, egy picit nagyobb hangszer, de egy kvintel, nem is olyan sok hanggal lejjebb szól, de ettől a kis különbségtől már egy picit melegebb, ha szabad így mondani, férfiasabb a hangszíne, és csodálatosan tölti ki a magas hegedű és a mély cselló, pláne különösen a nagybőgő közötti űrt, és teremt egy egységes vonós hangzást, amelyben minden hangszernek a színe egy picit módosul, és így egy harmonikus, szinte átmenet nélküli hangzáskép teremthető meg az egész vonós karban. A brácsa nagyon sokszor, mint a magyar népi zenekarokban, ugye egy egyszerű ellenszólamot játszik, ami kontrának is nevezzük, amely többnyire egy esztám ritmus, tehát a fősúly közötti ca, 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 ugye ez szólal meg. Viszonylag kevés szólisztikus feladata van még a klasszikus zenekari repertoárban is, ugyanakkor a romantikus zenében egyre többször kap fontos szerepet, és vannak zeneszerzők, mint például Brahms, aki imádja a mélyebb vonósok hangzását, ezért nagyon hálás és szép hangokat ír le a brácsa szólamnak is. Egy magyar szerző művét, Kodály Zoltán Hári János című művéből egy híres brácsa szólót, ami valójában egy magyar népdal, a Tiszán innen Dunántúl, hallgassuk most meg, ami szintén brácsa szólóra van írva, ezúttal is játsza az egész brácsa szólam. Ízlések különbözőek, ám legtöbbünknek, zenészeknek a cselló a legeslegszebb hangú hangszer. Talán a cselló áll legközelebb az emberi hanghoz, körülbelül abban a magasságban és abban a hangterjedelemben a legerősebb, amelyben az emberi hang is. Hangszíne lényegében mindenfajta hangszínre képes, tud kicsit a hegedűhöz is hasonlítani, ugyanakkor mély, telt, bársonyos hangokat képes magából kiadni. A cselló nagyon sokunkban, és persze a romantikus zeneszerzőkben is egyfajta nőiesség és látság képzetét keltik. Nagyon sokszor kimondottan gyengéd és intim zenei anyagokat bíz a szerző a cellóra. Egy híres romantikus darab, ami egyébként egy tréfás darab, Saint-Saëns állatok farsangja című művéből idézzük a híres hattyút, ami ezúttal egy valóban lírai, és a hattyú szépsége, harmonikussága a szerző számára a csellóval képzelhető el. Itt is az egész zenekar játsza ezt az eredetileg szólóra írt részletet. Végül a vonós család legmélyebb tagja a nagybőgő, vagy kontrabasszus. A nagybőgő termeténél fogva, és legfőképpen abból a technikából fogva, hogy a hegedűsök ugye az ujjaikkal teremtik meg a hangmagasság különbségeket, egy brácsán és csellón is viszonylag az ujjunk méretéhez igazodó távolságban vannak a különböző hangok. A bőgőben nagyon gyakran már adott esetben a tenyerünk változtatásával tehet csak a hangot változtatni, mert olyan nagy a húr maga, amin játszanak a nagybőgősök. Ebből a szempontból a nagybőgő egy kevésbé fürge és kevésbé idézőjelben ügyes hangszer,
a nagybőgőn ennek megfelelően ritkán szokott nagyon virtuóz feladatokat kapni. Amikor szólót játszik zenekari művekben, annak nagyon gyakran valamilyen tréfás, idézőjeles karaktere szokott lenni. Az imént hallott Saint-Saëns állatok farsangjából egy másik tételt idéznék, hogyha a hattyú látságát és harmóniáját egy csellóra bízza, úgy az elefánt ormótlanságát és kis komikusságát értelemszerűen a nagybőgőre bízza a szerző. Hallgassuk meg tehát a vonós család legmélyebb tagjától ezt a tréfás tételt, az elefántot. Britten híres Purcell variációjából idéznék, amit éppen fiatalok zenekari kalauzának nevezett a szerző. Ebből azt a részletet, amikor a Purcell témát a vonóskar szólaltatja meg, és jól hallható ebben az együttjátszásban mindaz a szépség és erő, fényesség és harmónia, ami a vonós hangzást jellemzi.